Az általér vízgyűjtő helyreállítási és fejlesztési szövetség a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Teljesség felé címmel kiadványt jelentetett meg, amelyben mindenki számára érthetően, átláthatóan követhető a vízgyűjtő terület megújulásával kapcsolatos összefogás és az egyes intézkedések okai, következményei. A kiadvány az áttekinti az eddig megvalósult beruházásokat, tehát hogy az öreg tó környezetében, illetve az általér tágabb vízgyűjtőjén mi valósult meg, de ide értem a szennyvíztisztító telepek korszerűsítését is, és összefoglalja azokat a fontosabb lépéseket, amiket elengedhetetlennek tartunk ahhoz, hogy jól működjön ez a rendszer. Tehát még gyakorlatilag a tókotrásról van benne szó, további vízminőségjavító beavatkozásokról, kisvízfolyások rehabilitációjáról, amik mind-mind fontosak ahhoz, hogy az ideérkező vizek megtisztuljanak, illetve mint egy stabil ökoszisztéma működjön. És hát természetesen a tatai források problémaköre is. A Nemzeti Alkalmazkodási Központ a tatai visszatérő forrásokkal is foglalkozik. A vízföltani modell felállítása jelenleg van folyamatban, és a következő 2-3 esztendőben már sokkal biztosabb információkkal fogunk rendelkezni, de nagyon úgy tűnik, hogy ennél sokkal nagyobb mértékben már nem fognak visszajönni a források a két térségi karszt vízakna működése okán, amely 220.000-230.000 embernek a vízellátását biztosítja a nagyobb régióban. Tehát arra kell számítanunk, hogy a meglévő problémás területeket kell kezelnünk, onnan ki kell biztonsággal vezetni a vizet, ez a május 1 út környéke, mondjuk úgy, hogy Tatának a mértani közepe, az a 1,5 négyzetkilométer, amelyet korábban, mivel vizes élőhely volt, sosem használtak. A hasznosítása ennek a bűvíznek az éghajlat változás következtében pedig azért lesz fontos, mert a csökkenő vízkészletek, a növekvő hőmérséklet mellett is elegen öntözővíz áll rendelkezésre az agrikultúrához. Munkaintenzív kertészeti tevékenységeket lehetne elindítani, amelyek rácsatlakoztathatók az idegenforgalomra, a falusi turizmusra. A másik oldalon pedig hát az ország egyik legnagyobb halparadicsomát lehet az általér völgyben létrehozni, és egy szisztematikusan fölépített halgazdálkodási rendszert, halfeldolgozási rendszert lehet kialakítani, amely az ország hallal, édesvízi hallal történő ellátásában is nagyon fontos szerepet tölthet be. Mögötte gazdasági haszon és munkahelyek létesülhetnek.